hogy miért jó a MET. A MET-es tagság az arra jó nekem, vagy abban volt nekem nagyon nagy segítség, nem mint hogyha csak ezért csatlakoztam volna, de mint egyedülálló sose voltam egyedül. A közösségben én mindig szülőket, testvéreket találtam igaziból, és valóban odafigyeltek rám, és minden gondomban, és minden problémámban segítségemre voltak. Úgyhogy szinte úgy érzem, hogy mi egy nagy család vagyunk. Mosanyi Katalin vagyok. 1993 óta dolgozom a Magyarország Evangéliumi Testvérközösségnél. Az a fajta szellemiség, amit az egyház és az egyház intézményeiben dolgozók képviselnek, nagyon sokat segít abban, hogy egymást jobban elfogadják az emberek, hogy amikor valódi gondok adódnak az életében, akkor valódi segítséget kaphassanak. 50-100 olyan hozzánk forduló van, ahol ilyen kétségbe esett, elgyötört emberek, a lakáshitelüket nem tudják fizetni, kilakoltatás előtt állnak, a gyerekeket nem tudták beiskolázni, nincs cipő a lábán, nincs pelenka, és nem tudunk mindig segíteni. Néha azt látom, hogy erőn felül próbálunk tenni valamit, és ez gyakran inkább csak a munkatársainkon múlik, akik azért dolgoznak itt, mert egyfajta elköteleződést jelent az ő életükben ehhez az egyházhoz tartozni. És néha minden követ megmozgatni, hogy egy-egy család életében valami eredményt elérjünk. És kicsi pontoknak érzem magunkat ebben a folyamatban. Olyan, mintha mindig csak a tengerből egy-egy víz cseppet tudnánk kiemelni és megtartani egy ideig. Tudom, hogy fontos annak a családnak ez a vízcsap és ez a pici törődés szeretet, amit tudtam közvetíteni az irányába, de azt érzem, hogy nagyon, nagyon nagy a tenger, és nagyon sokat ennivalónk ebben. Kürti Jutka vagyok, nyugdíjas tanár és projektszervező. Számomra a MET nagyon fontos, mert olyan szociális dolgokat csinál, ami valóban a keresztényi hitelveknek, Jézus igéjének felel meg, tehát nem beszél ezekről, hanem cselekszik. A lehető legpicibb kis település részeken, mint Szent Mihály tele, vagy olyan kis településen, mint Csaholsz, vagy Budapest 8. kerülete, tényleg segít, mindig, mindenhol ott van a gyülekezeteivel, a gyülekezeteinek tagjaival. Számomra a legfontosabb szó róla az, hogy hiteles. Azt gondolom, hogy egy csomó olyan ember van, akik lélekben tagjai voltak eddig is, tehát nem az a lényeg, hogy most aláírjuk-e, hanem azt, hogy tagként voltunk, léteztünk, csak eddig nem kellett aláírni ezt. Kovács Judit vagyok, és azt szeretném elmondani, hogy azért fontos egyház a MET, mert már a rendszerváltás előtt is, de most is ugyanúgy mindig kiálltak az Isten kicsinyeinek ügyei mellett, felvéve a harcot bátran a hatalmasokkal. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vállalat munkatársa vagyok, nevem Mann Judit. Feladataim abból adódnak, hogy néhány idegen nyelvet beszélek. Ez ennek segítségével és az egyház, valamint az egyesület révén lehetőségem van olyan külföldön bajba került honfitársunk segítésére, akik szociális helyzetükből adódóan, vagy hátrányos életkörülményeikből adódóan butaságot követtek el, és sajnos börtönökben kell ezért megfizetniük. Minél többen vagyunk, annál többen tudunk tenni értük, hogy életkörülményeik a börtönévek alatt egy kicsit enyhüljenek, kedvezőbb elbírálásban részesüljenek, nyújtva nekik akár ügyvédi, akár más humanitárius segítséget. Egyfajta műhelyt, munkaközösséget fog látni az úgynevezett egyházban. És mint ahogy mindenütt egy háztartásban, egy munkaközösségben, és mindenki olyan mértékig vállal
szerepet, ahogy akar és tud. Vannak önkéntesek egy szervezetben, és oda tartoznak ők is természetesen, vannak fizetett alkalmazottak, és azok között vannak fizikai munkát és szellemi munkát végzők, tervezők és végrehajtók, és itt tovább. Ugyanígy az egyház külső és belső köre, a nagyobb terhet vívők és a dolognak csak ebben szurkolók, azok mind-mind-mind egyvé tartoznak, akik akarnak valamilyen közösséget vállalni ezzel a formációval. És soha nem készítettünk igazán listát, kicsit bibliás megfontolásból sem, ezt is a zsidóságtól örököltük, hogy nem feltétlenül kell népszámlálást tartani, azt meg pláne nem szeretjük, hogy a neveket, akik hozzánk tartoznak, kiszolgáltassuk, ha csak a nevek gazdái nem vállalják ezt a kockázatot, ami nem csekély kockázat egy-egy történelmi pillanatban, hogy névvel is vállalják, hogy támogatóink és a közös ügynek, céloknak partnerei. Most egy olyan történelmi pillanat van, amikor ezt követeli a hatalom. Nincs az az ígéret sem ebben, hogyha 10 000 magukat hozzánk tartozónak vallják, akkor biztosan visszakapjuk jogtalanul elvett alapvető jogainkat, az Alkotmánybíróság által is megítélt jogainkat, amelyeket változatlanul alkotmánysértő módon tart vissza a hatalom, amellyel szemben természetesen addig fogjuk ügyeinket képviselni, amíg meg nem hajol, ha kell, európai és nemzetközi akarat előtt. Pápai Dezső vagyok, én vagyok a főiskola főkönyvtárosa. Ezért kellene, hogy egyházként elismerjék a MET-et, a Magyarország Evangélikus Testvérközösséget, mert akkor tulajdonképpen hivatalos támogatás is, állami támogatás is járna, és ebből sokkal jobban lehetne ezt az ügyet, ezt a nagyon lényeges és fontos ügyet, amit nagyon kevesen vállalnak föl manapság, legalábbis szívvel, lélekkel, mint ahogy a Magyarország Evangélikus Testvérközösség teszi, hisz rengeteg sok iskolát, óvodát, és mindenféle tanintézményt, hajléktalan szállót, fűtött utcát üzemeltet, de hát ezek nagyon, nagyon sok pénzbe kerülnek, és nagyon, nagyon kellene a pénz. Radomír Maja vagyok. Én 2004 óta vagyok a MET-tel kapcsolatban, mint teológus hallgató a Wesley János Lelkészképző Főiskolán. Azért választottam ezt a főiskolát, mert gyakorlatilag Magyarországon az egyetlen olyan hely, ahol teológiát lehet tanulni egy 35 év feletti nőnek. Ez nem csak egy ilyen elméleti érdeklődés volt bennem, hanem azt láttam, hogy a Wesley és a MET gyakorlati segítséget nyújt azoknak az embereknek, akik erre rászorulnak. És ez nekem nagyon tetszik, hogy az elmélet és a gyakorlata, tehát a tett és a szó egységet képez. Hát ezért kell a gyülekezetet megerősíteni, hogy ezt a karitatív tevékenységet az egyház folytatni tudja. Hát kiterjedt intézményhálózatot tart fent a MET, hajléktalan szállót, hajléktalan kórházat, hátrányos helyzetű gyerekeknek óvodát, iskolákat, főiskolát, ahol ugye nem csak, ami azért fontos a főiskola, mert nem csak egy ilyen karitatív tevékenységet, nem csak szeretetből, hanem szakmai hozzáértésből is tudunk ezeknek az embereknek segíteni. Borsányi Aranka vagyok, az Oltalom Karitatív Egyesület munkatársa, az egyház rengeteg olyan közfeladatot ellát, ami fontos azoknak az embereknek, akiknek eddig segítettünk, és akinek ezután segítünk. Nap mint nap találkozunk olyan anyukákkal, gyerekekkel, akik bejönnek, és nincs mit tenniük, nincs mit felvenniük, és soha nem lettek elküldve tőlünk. Ha más nem, akkor egy szelet kenyeret tudtunk adni.
És most ez nem feltétlenül az egyház, hanem mint emberileg, mint ugye anyuka, azt gondolom, hogy fontos, de hogyha az egyház nem állna mögöttünk, akkor nem biztos, hogy ezt meg tudnánk tenni. Baranyi Péter vagyok. A Wesley János Lelkészképző Főiskolán a honlapot szerkesztem. Mikor nyugdíjas lettem, egy kicsit kiürült az életem, és akkor kerültem kapcsolatba, közelebbi kapcsolattal a Metegyházzal, és egy szerető, értő kis közösséget találtam, akik azonnal befogadtak, és máig is úgy érzem, hogy jól döntöttem, amikor csatlakoztam ehhez az egyházhoz. Ami miatt ez az ügy olyan kényes, és ami miatt mégis meg kell próbálni a támogatók, tagok körét megtalálni, számba venni, ez az a feladat, amit a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség végez. Az állam minden adót, sőt azon felül is újabb és újabb adókat besöpör, és az agyonadóztatott, kivéreztetett néptől nem várható el, hogy a maradék anyagi lehetőségeivel, amelyek a létfenntartáshoz is alig elégségesek, támogassanak még bizonyos más célokat. És ez az, ami miatt küzdeni kell, hogy adjon vissza az adóból az állam bizonyos összegeket, és hogyha ma az egyház, amely nem tud adót kivetni, és nem tudja azt mondani, hogy inkább bennünket támogasson adó, kötelező adófelajánlása egy részével egy állampolgár, ez küzd azért, hogy kapja vissza az államtól a hívei által is befizetett adó bizonyos mértékét. Ha nem vagyunk egyház, vagy úgynevezett bevett egyház, most kitalálták ezt a rafinált hamisságot, akkor az 1%-ra sem tarthatunk igényt, az egyházi 1%-ra, sem azokra a kiegészítő támogatásokra, amelyek nem ahhoz kellenek, hogy kicseréljük az egyébként teljes mértékig használható, de mondjuk évtizedek vagy évszázada szeretett és használt templomi padokat, vagy úrasztalat, terítőt, vagy keresztelőkannát, vagy egyéb dolgokat, virágot vegyünk az oltárra, vagy énekeskönyvet adjunk ki, hanem ahhoz kell, hogy meg tudjuk etetni azt a több mint 3000 közoktatásban lévő gyereket, akinek nagy része péntektől hétfőig nem eszik, vagy nyáron elveszíti súlyának egy részét, mint a költöző madarak a repülés közben Magyarország és Afrika között, nem tudnak leszállni, hogy gondoskodjanak önmagukról. Szóval mint az égi madarak olyanok, és ami ahhoz kell, hogy tudjuk a hajléktalanok számára fenntartott kórházunkat, rendelőintézetünket működtetni, hogy azt a körülbelül 1000 hajléktalant, aki naponta megfordul nálunk, meg tudjuk etetni öregek százait, akik idős otthonainkban vannak, hogy fent tudjuk tartani a Wesley János Lelkészképző Főiskolát, amely ilyet körülbelül 1000 hallgató látogat, amely szintén több mint 25 éve bocsát ki végzős hallgatókat, szociális munkásként, környezettan, vagy pedagógia szakosként, vagy éppen teológus és vallástanárként, és amely kulturális és szellemi találkozó pont fontos pont ebben a társadalomban. Tehát, hogy mindezt meg tudjuk tartani, ahhoz mindenképpen meg kell tennünk tőlünk telhető mindent ahhoz, hogy az egyházi státuszunkat megtartsuk egészen addig, amíg egy olyan új világ be nem köszönt, amiben nincs visszamenőleges törvénykezés, nincs vita nélküli jogfosztás, vagy indok nélküli, mert semmivel nem szolgáltunk rá,
azok a hazugságok, amikre építve a kormány elkezdte ezt a harcot ellenünk is, és más társadalmi rétegekkel szemben is, ez semmilyen formában nem állja meg a helyét, nem szolgáltunk rá semmivel arra, hogy 4 évtizeden át gyakorolt tisztességes és a társadalom számára is hasznos létünket megkérdőjelezzék, és egy más méltatlan pozícióba lökjenek vissza bennünket. Tehát aki most ebben a helyzetben bennünket támogat, az nyugodtan tegye magáévá azokat a célokat, amelyeket mi istentiszteletnek tartunk, hajléktalanok, öregek, szegények, fogyatékkal élők, tanulásból és így a jövő reményeiből kizárt gyerekek oktatása, fiatalok útra segítése. Ezek azok a célok, amiket ki a csatlakozásával segíthet megvalósítani.